Figyelem, lehet fölvenni a portot, gyerekek. Horváth Sanyi, gyere édesapám, mert itt van a Csaba. Az úr hangja a színpadon ezúttal az Ankonai Szerelmesek kettőben. Bajsz, azaz Lengyel János, szerintem a rendes nevedet. Sokan nem is tudják, te vagy az ügyelő az előadásban. Hanyadik munkád ezt a Snádi Csabával? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert az ilyen nagyobb darabokat, amit a Csaba rendezett, az mindig ügyeltem tulajdonképpen. Már csak azért is, mert annyira összedolgozunk ilyen nagy létszámú daraboknál, hogy tudjuk egymás gondolatát, és inkább azért választ engem, mert ezeknek a fiataloknak az összeterelése az egy kicsikét nekem az életkoromnál fogva is. Meg a dörgős hang kell hozzá. Meg a habitusomnál fogva is, ez könnyebben megy, mint egy fiatal kollégának. De számszerűen nem tudom megmondani Csabával, 10-et biztos. Poénok jönnek poénok után, ez tőled való, ilyen a stílusod, vagy tanulsz is rá? Nem, semmiképpen nem. Igen, ilyen. Én nekem az a mamikám, aki most már lassan 90 éves, tényleg egy páratlan humorú ember, és valószínűleg onnan örököltem én ezt. De megmondok előszintén, hogy rengeteg konfliktust meg lehet oldani. Ezzel, hogy nem késsel megy az ember a másiknak, amely megpróbálja azért a rendet is fenntartani, meg hát nem biztos, hogy azt véreskéssel kell fenntartani. Egy kis humorral, egy kis jópofassággal könnyebb, mint hogyha esetleg veszekedésbe fajul. Anita, gyere, mert ha szárnyad van, már csak akkor érsz ide időben, mondtad igen, a múltkorban. Hát ezek is olyan jópofák, vagy mit tudom én, csibécském, vagy édes csillagom, gyere, vagy gyertek kislányok, ezek ugye, akkor ugye a Slanger Andrés, Puskás Tivadar és egyebek, nekik szoktam mondani, hogy lurkók, gyertek, mert hát ők már ugye körülbelül olyan korban vannak, hogy lassan lurkóknak kell őket szólítani. Hány emberre ügyelsz az Ankonai Szerelmesek kettőben? A szám szerint egyébként hivatalból tudnak? Szám szerint tudnom kell. Van itt nekem, kérek szépen, látod egy ilyen szenáriumom. Az azért van, hogy igazoljam, hogy itt ki volt itt a próbán, és ki nem volt itt a próbán, és itt végig szaladok, akkor 2, 4, 20, hát vagy 35. Táncostól oda-vissza. Hát még rájön a műszak, az megint vagy 10 fő, hát hogy 50-en vagyunk itt. Hanyadik előadáson nem kell elővenned a forgatókönyvet? Nincs olyan, ilyen előadásoknál nincs olyan. Hiába tudja az ember, kicsikét olyan az, mint volt nekem egy barátom, Dr. Kis Ernőnek hívták, ő egy remek jazz zongorista volt. Úgy játszott éveken keresztül, hogy nem nézett bele a kottába. Egyszer otthon felejtette. Nem tudta lejátszani a darabot. Na így vagyok én ezzel, hogy itt van. Gyakorlatilag azért egy 10-15 előadás után már beül az embernek, de ha nincs itt, akkor szerintem bajba lennék. Hála Istennek még nem fordult elő, hogy elhagytam vagy otthagytam, de ha nem lenne, bajba lennék. Te vagy az, akinek néhány oldallal hamarabb jár az esze és a keze, mennyivel? Azt tudod, hát, hogy hány perc alatt írj hát, el tudom, mert az általános szokás az két oldal, az 4 perc. De én azért mindig színésze válogatja, mert van a fecsegős színész, ugye, akkor azt inkább egy kicsit előbb, mert még 3 mondatot mond a barátnőjének, vagy a barátjának, mielőtt színpadon, és le is lejelentett, így van, tehát ő egy kicsit előbb, de vannak pontosak, akik a hívásra föláll, és jön a színpadra. Hát ott természetesen ez a 4, tehát 2 oldal, az 4 perc. Ez egy bizalmi állás, és nagy rutint kíván. Hány éve dolgozol itt a színházban, Bajsz? Hát egyáltalán a színházban 43 éve dolgozok, itt 89 óta, tehát 23, azt hiszem valahogy. Most 25-dik akkor? Akkor 25-dik, igen. De augusztusban 43, úgyhogy még szeretnék vagy 2 évet ráhúzni, és akkor talán el kéne menni nyugdíjba. Innen neked van egy színpadképed, de a közönséget azt nem látod, viszont de, hallod, de. Megérzed, hogy őket is. Őket hát is látom. Tulajdonképpen azért is szükséges ez látod, meg itt van például a büfét lehet látni, hogy amikor ugye az ember indítja a második felvonást, vagy a kezdést, akkor körbenéz, hogy ugye nálunk a hölgyek felöltöznek estéibe, és ott macerásabb a pisilés. Tehát azért a hölgyeket meg kell várni, ugyebár, és ahhoz látni kell a közönség mozgását, hogy tulajdonképpen. Mert hogy te indítod az előadást. Én indítom az előadást. Nem színész, nem rendező, nem igen. Hát igen, ez az ügyelő feladata. Tehát ez kicsikét olyan, ez mint a frontparancsnok, hogy fél héttől előadás végéig te vagy a góri. Az úr hangja, igen. Hát az úr hangja is, meg az én órám a mérvadó. Mert már volt ugye az igazgató úr mondta, hogy Bajsz, 11:10, a te órádon, az enyém, mert 2 perc
szóval ez 11. És na jó, 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 jó. Mondom, majd, ha vég a próbának, akkor a te órán lesz a pontos, most az ennyi van. Elfogadj ezt? Hát természetesen el kell. Hát ez egy színházi iratlan törvény tulajdonképpen, de pontosan a színházi iratlan törvényeket nem lehet átvágni. Mit látsz, mit hallasz az Ankonai kettőben innen? Milyen jót, milyen sikert? Hát előadás szám az biztos, hogy sok lesz. A városban való érdeklődés nagyon nagy, hála a jó Istennek. Tegnap itt voltak sajtósok, fotóriporterek, újságírók, stb. Kifejezetten jól szórakoztak. Csak most már megmondom őszintén, hogy hiányzik a közönség. Tehát azért hiányzik a közönség, mert üres nézőtérre lép nagyon macerás bohózkodni. Tehát azért mostan kellene a közönség. Nagyon remélem, hogy olyan legalább olyan sikere lesz, mint az egynek volt, de én szeretném, ha nagyobb siker lenne. Úgyhogy várjuk a közönséget.